Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket a TV Ajka híradóját, látják június 17-én, szerdán, nézzük a legfontosabbakat röviden. A következő 800 év. A sónak folytatódni kell. Ajka sümeg, gyalogor zarándoklat. Fagyi kupa a csónakázautónál. Június 10-én a Városházán megbeszélést tartottak, melynek témája a 800 éves eseménysorozat nyereményeinek felhasználása a település részek fejlesztése érdekében. A megbeszélésen minden városrész képviseltette magát. Schwarz Béla polgármester elmondta, hogy a település részeknek pontosítaniuk kell a benyújtott tervezetüket, mivel nem voltak elég konkrétak és hiányzott a szakszerű pénzügyi terv. Az új határidő 2015. július 30-a, addig konkrét árajánlatkérésekkel, tervezett költségekkel alátámasztva kell benyújtani a nyeremények javasolt felhasználásának tervét. Elhangzott a megbeszélésen, hogy az elnyert összeget ne haladja meg a tervezet, továbbá azt ajánlotta a polgármester, hogy lehetőleg maradandó beruházásokra költsék a városrészek az elnyert összeget, és javasolt egy emléktábla kihelyezést is a maradandóság megerősítése miatt. Ahol egyetértés van a civil szervezetek, illetve a produkcióban részt vett csoportok között, ott az ajkarendekiek javaslatára lehetőség nyílik arra, hogy az egyesületek megkapják a számlájukra a nyereményt, és azzal a felhasználást követően számlákkal igazolva az önkormányzat felé elszámoljanak. Abban az esetben, ha nincs egyesület a település részen, vagy nem tudnak egyességre jutni, az önkormányzat kezeli a nyereményt. Kivételt képez Tósokberént városrész, amelynek nem kell tervezetet benyújtani, de a csapatkapitány kérésére ígéretet kaptak arra, hogy egy közös konzultáció keretében tisztázzák az elnyert első díj felhasználására tett testületi döntés hátterét a produkcióban részt vett négy érintett csoport képviselőjével. Üveges Sándor programigazgató úgy fogalmazott, a sónak folytatódni kell. A város és a Pannon Várszínház aláírt egy szorosabb együttműködési megállapodást. Óra irányítása mellett színész mentorok segítségével ajkai rendezvú esemény sorozatot terveznek az Agórán augusztus 21-22-én, ahol a városrészek rövidített előadásukat mutatják be a városnak, és a kisfaházakban egy-egy településrész bemutatkozási lehetőséget kap. Két gyermek előadás és szabadtéri koncertek is színesítik az eseményt. Az idő rövidsége miatt pénteken délelőtt találkoznak az érintett csapatvezetők a főszervezőkkel, és megbeszélik az elvégzendő feladatokat. Szombaton a Tósok Beréndi templom elől indultak a hagyományos ajkasümeg zarándoklat résztvevői. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat! Ez az örök visszatérő gondolata az idén hetedik alkalommal meghirdetett zarándoklatnak. Vági Károly, a Tósokberéndi Egyházközség meghatározó tagja a zarándokút történetéről elmondta, hogy 2008-ban a Szeplőtelen fogantatás ünnepén a Tósokberéndi hívek hálát adtak a Sümegi szűzanyának, hogy templomuk 200 éven át épségben megmaradt. Ott az oltárnál ígérte meg a Tósokberéndi minisztráns közösség lelki atyának Tomor Sándornak, hogy újjáéleszti a gyalogos zalándoklatok hagyományát. 2009-ben indult útjára az első, amelyet minden évben egy újabb követ Jézus szívének ünnepén. Mára már nem csak a Tósokberéndi plébániához tartozók, hanem Bódé, Kolontár, Devecser, Nemeshany hívői is csatlakoznak zalándok táblájuk alatt a Tósokberéndiekhez. A gyalogos zarándok Lattósok Beréntről a katolikus templom elől indult június 13-án reggel 8 órakor. A résztvevők az éjszakát a Csabrendeki iskolában töltötték, vasárnap délelőtt értek Sümegre, ahol Jézus szíve búcsút tartott a Sarlós Boldogasszony Ferences Kegy templom. A Szent Misén Balsi Balás Ferences rendi szerzetes arról beszélt a híveknek, hogy milyen jó szeretni Istent. A misét követően körmenet indult a templomkertből a belvárosba. Június 12-én családi napot szervezett a városi bölcsöde az intézménybe járó gyermekek és szüleik részére. Az esemény lebonyolításában a bölcsőde dolgozóinak nagy segítségére volt a mosolybirodalom, akik már péntek reggel érkeztek két légvárral egy fotóssal és két hölgyel, akik arcot festettek és lufikat hajtogattak a gyerekeknek. A délelőtt folyamán már elkezdtek fotókat készíteni a gyermekekről, amit a szülők később megvásárolhattak, mivel a többi szolgáltatást ingyen nyújtották az intézménynek. A gyerekek délelőtt már birtokba vehették a légvárakat, mert több olyan kisgyermek is volt, akik jelezték, hogy a délutáni programon nem tudnak részt venni. A délutáni buli fél ötkor kezdődött, ahol nagy számban részt vettek a bölcsönébe járó gyermekek és szüleik is. Az udvaron mászókán, libikókán és csúzdán is játszhattak a kicsik. Az árnyékban a teraszon frissítő italok, zöldség, gyümölcs és ropogtatni való várta őket a nagy melegben. A májusra meghirdetett, de a rossz idő miatt elmaradt városi nyugdíjas napot június 12-én a kaszinóban tartotta az Életet az Éveknek Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete. A mező János Né Lajosné irányításával összeállított program 11 órakor kezdődött. A rendezvény dr. Horváth József alpolgármester nyitotta meg. Az Orhidea, a város legfiatalabb klubja több műsorszámmal is készült. Szavaltak, szájharmonikáztak és még kantrit is táncoltak. A látásérő klubtól és az Őszi Rózsák klubtól jeleneteket láthattak a nézők. A nyugdíjas baráti kör Tunyog Matolcsi leánytáncot adott elő. A programok között Csonkányi Krüszner Márta egy kis átmozgató tornával, meg is tornáztatta a nyugdíjasokat. A kiállított himzéseket, horgolásokat és egyéb tárgyakat a rendezvény egész ideje alatt megtekinthették az érdeklődők. A bemutatott darabokat a Regos klub tagjai rendezték sorba. Tészklub munkáját dicsérték a kiállított munkák. A nap folyamán különféle versenyek elbírálása is zajlott. A borok versenyét Vizi János nyerte, második stalmánszter Ervin, harmadik Vizi Jánosné lett. A virágcsokrok elkészítéséért Farkas Józsefné és Vajai Istvánnél kapottok levelet. A sütemények versenyében Nyers Károlyn és Tolár Magdolna és Vasné B. Valéria érdemelte ki az elismerést. A a divat bemutatót Húf Lajosné nyerte, második Szűcs Lajosné, harmadik Molnár Csabán lett, külön díjat Sallai Jánosné kapott. A rendezvény idején nyugdíjasokkal kapcsolatos totót lehetett kitölteni. Ebben a versenyben a legtöbb találattal Fonyódi Józsefné nyert, második lett Holt versenyben Bolla Lászlóné és a Nosztalgia Klub. Nagy sikere volt a Sörivó versenynek, amelyben a nők között első lett Gazsóné Grácer Ágota, második Huf Lajosné, harmadik Prezler Ildikó. A férfiak versenyét Vizi János nyerte Geri István és Szímeister Imre előtt. A program idején Bognár György szolgáltatta a zenét, közben zsíros kenyeret kínáltak a résztvevőknek. Június 14-én délelőtt benépesült a csónakázótó, az evezést kedvelő gyerekek vettek részt a fagyikupán. Az evezős versenyt a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ gyermek és ifi csoportja immár 20 éve szervezi meg Ozorai Sándor vezetésével. Az idén a Borsos Miklós Általános Iskola diákjai, a Veszprémi Nagycsaládosok Egyesülete és néhány lelkes ajkai gyerek vett részt a versenyen. A gyermek kategóriában tíz éves korig indulhattak az evezni vágyók. A kicsik kormányos segítséggel tették meg a távot. Az ifi kategóriában 18 év volt a felső korhatár. Mindkét csoportnak a két szigetet kellett megkerülnie. Két kenú legénysége versenyzett egyszerre, és bizony előfordult, hogy a lelkesedésük következtében összeütköztek egymással. A rendezvény lebonyolításában Ozorai Szonya segített a nagypapának. A gyerek kategóriában öt csapat indult 20 fővel. Első a CEC csapat a Bánó család gyermekeivel, második a Karthal, harmadik a Vidra, negyedik az Adórián, ötödik pedig a Mocsár csapat lett. Az ifi kategóriában 11 csapat indult 33 fővel. Győztes lett a kagyló csapat a makarésztestvérekkel, második a budgyan pörköltek csapat, a harmadik a petrovics csapat. A rendezvényen 70 fő vett részt, akik annyira megkedvelték az evezést, hogy a verseny után többen kenuba szálltak és élvezték a nyári melegben a hűsítő vízközelségét. Az oklevelek mellé ezen a versenyen fagyi jegyet kaptak a versenyző gyerekek, amelyet a rendezvény után a város központjában lévő fagyizóban válthattak be. Július 19-én este 6 órakor a szabadidő központ kiállító termében lép fel vörös szilvia opera és dalestével. Az 1988-ban zenés családba született Vörös Szilvia a Pápai Református Kollégiumot követően a Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult tovább magánének szakon. Dobrik és Veronika növendékeként 2008 áprilisában elnyerte a Simándi József énekverseny első kategóriájának első helyezését, majd felvételt nyert a Zeneakadémiára. Marton Éva osztályába 2013-ban diplomázott operaszakon. Már egyetemi évei alatt fellépett szólistaként Budapest legjelentősebb koncert helyszínein. 2011-ben Gundel díjat, 2012-ben Junior Prima díjat kapott. 2013. júniusában Marton Éva 70. születésnapi gála Eboli áriáját énekelhette a Magyar Állami Operaházban. 2014-ben Vörös Szilvia nyerte el az első nemzetközi Marton Éva énekverseny nagy díját. Az opera énekesnő Ária és Dalestje pénteken 18 órakor kezdődik a Művelődési Központ kiállító termében. Kedves nézőink, a következő percekben további kulturális eseményeket ajánlunk a figyelmükbe. Erdei Utakon Fekete Istvánnal címmel szervez programot a Városi Múzeum június 20-án 17 és 22 óra között a múzeumok éjszakája keretében. Kézműves foglalkozás 17 és 18 óra között várja az alkotni szeretőket, Porkoláb Zoltán hivatásos vadász 18 órától tartja előadását az erdőkről, mezőkről. Matula kunyhója előtt bárki felolvashatja kedvenc Fekete István idézetét 18 óra 30 perctől. A programokon való részvételért pontokat lehet gyűjteni, amelynek eredmény hirdetése 20 órakor kezdődik, majd 20 óra 30 perctől az ajkai fiatalokból álló hangadók zenekar tagjai lépnek fel. Június 20-án szombaton 16 órakor lesz a pedagógus kórusok országos találkozója. Hangverseny helyszínek a művelődési központ, a Tósok Beréndi Szent István király templom, az evangélikus templom, a Bánki Donátszak iskola. 18 órakor lép fel az Öszkar a találkozó kórusaival az Agórán, az Ajkavárosi Bányász Fúvózzenekar és a Pápaváros Fúvózzenekar a kíséretével. 15. alkalommal szervezi meg a civil fesztivált a Civil Szervezetek Szövetsége június 27-én. A programon részt vesznek a várpalotai civilek is, akikkel az idei évtől kapcsolatot ápolnak az ajkaiak. A házban 14 órakor kezdődő programban fellépnek a Patakparti Óvoda néptáncosai, a Tímföldjárni Nyugdíjas Klub énekkara, a Dynamic Rock and Roll Klub, a Látássérültek Egyesülete tagjai, az Ajka Kristályese aerobikos gyermekei, az Orhidea Nyugdíjas Klub, a Rolling Country kerekesszékes tánccsoport, a Hangadók zenekar, valamint a Szivárvány Együttes, amelynek tagjai Pék Attila Pékné nyírő Anita és Rosta Albert. A gyermekek számára kiírt rajzpályázat eredményhirdetése 17 órakor kezdődik, ezt követi a tombola sorsolás. Filmkészítő műhely foglalkozás tart Kistőszön a Pajta Fesztivál ideje alatt július 9-e és 12-e között Kovács Norbert Cimbi. A műhely munkára elsősorban azokat a népzenészeket, néptáncosokat, a népi kultúra iránt érdeklődőket várja, akiket érdekel az operatőri munka, a rögzített anyag feldolgozása. Az érdeklődők megismerkednek a több kamerás koncert és táncrögzítés gyakorlatával, majd feladatuk lesz a napközbeni koncertek, táncelőadások, az esti táncházak felvétele. A pajta szólótáncos a versenyt harmadik alkalommal hirdeti meg az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület a Kistőszi Pajta Fesztivál záró napján, július 12-én vasárnap. A versenyre azok a táncosok jelentkezhetnek, akik a mezőföldvirága, a bakonyvirága, a soprani regionális gyermek szólótáncverseny, illetve a tatai szólótáncversenyen bármelyik előző évben díjat kaptak. Nevezni lehet július 1-ig szólóban vagy párban, bármely néprajzi tájegység táncával, maximum két és fél perces időtartamú műsorral. Híradónk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kövessenek bennünket a tvajka.hu weboldalon. A legfrissebb információkat, híreket az ajkaiszó.hu weblapon olvashatják. Következzen az időjárás jelentés viszontlátásra. Csütörtökön a napsütés mellett délutántól nyugat felől időnként megnövekszik a felhőzet, nyugaton kisebb zápor is kialakulhat. Élénk lesz az észak-nyugati szél. 21-26 fokra melegszik a levegő. Pénteken a napsütés mellett felhő átvonulásokból főleg északon és keleten futó záporeső alakulhat ki. Megerősödik az észak-nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21-26 fok között alakul.